Minden évben van egy nap, amikor olyan bátor férfiakat ünnepelnek országszerte, akik segítenek a bajba jutottaknak. Május 4-én, a tűzoltók védőszentjének napján nagyszabású ünnepséget szerveztek Berzencén, ahol a helyi önkéntes tűzoltó egyesület fennállásának 120. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Nálunk szokás, hogy megtiszteljük azokat az egyesületeket, akiknek kerek évfordulójuk van, és az idén a legnagyobb ünnepe Berzencének van. Úgy gondolom, hogy méltó helyszíne volt Berzence ennek az ünnepségnek. Nagyon érdekes és kellemes színfoltja volt az a helyi dolog, amit ők hozzá tudtak adni műsorban, produkcióban. Szent Flórián az emberség, az önzetlen segíteni akarás és a hősies bátorság jelképévé vált az idők folyamán. Az ünnepségre és az állománygyűlésre a Művelődési Házban került sor, ahol elsőként Kovács Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Utána Heizler György szólt néhány szót a jelenlévőkhöz, aki három jelzővel illette a lánglovagokat. Összefogás, bajtársiasság, engedelmesség. Az az eszme, amely a tűzoltóságot áthatja, az a Szent Flóriántól eredeztethető eszme, amely alapvetően a szervezettségben, az összefogásban és abban az étoszban gyökerezik, amit engedelmességnek nevezünk, és az engedelmességet most a jó értelemben gondoljuk, amikor az ember az egyéni érdekeit alárendeli a közösség érdekeinek, ez talán a legfontosabb üzenete ennek a napnak és ennek az ünnepnek, és úgy gondolom, hogy ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, amikor egy picit egy ilyen individuális világban élünk, mindenki csak magával akar törődni, akkor nagyon jó az, hogy vannak ilyen közösségek, mint itt Berzencén is, aki 120 éve folyamatosan működik. És ez azt hiszem, hogy példa lehet nekünk is. Heizler György azt is kiemelte beszédében, nem szabad különbséget tenni a hivatásos és az önkéntes tűzoltók között. Alapvetően ez egy család, különféle státuszú családtagokkal, mint ahogy egy családban is van, de a cél az mindenkinek ugyanaz. A rendezvényen Farkas László, a Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke is részt vett, aki a tűzvédelem érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a Magyar Tűzoltó Szövetség legmagasabb díjában, Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesítette Komáromi Józsefet, a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnökét. Az ünnepségen Barcs önkéntes tűzoltó egylet 130. évfordulója alkalmából a Megyei Tűzoltó Szövetség emléktárgyat adományozott a Barcsi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak, valamint a Berzencei önkéntes tűzoltó egylet 120. évfordulója alkalmából a helyi lánglovagoknak. Heizler György a tűzoltónap alkalmából feladatai kiemelkedő teljesítéséért dicséretben és jutalomban részesítette Baksáné Bognár Veronikát, Kőhalmi Szilviát, Bohár Lászlót, Jobban Ferencet, Kis Gábort és Takács István. Tarlós István a munkakörében végzett kiemelkedő tevékenységért részesítette elismerésben Tóth Tamást és Pallai Gábort. Farkas László Reményi Samu emlékérmet adott át Pavlovics Lászlónak, a Berzencei önkéntes tűzoltóegylet elnök helyettesének. 2011-ben az év Somogyi tűzoltója díjat Hegedűs Zoltán, a Kaposvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beosztott tűzoltója vehette át. A Somogy megyei Tűzoltó Szövetség az önkéntes tűzoltó munkában hosszú ideig tartó tevékenységéért 50 éves koszorú szolgálati érmet adományozott Varga Ferencnek, a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület tagjának. Farkas Lászlótól 25 éves szolgálatáért Sipos Lajos vehette át a szolgálati érmet, akinek távollétében Varga Ferenc vette át az elismerést. A helybeli egyesület tagjait, Krénusza Zsoltot, Horváth Zoltánt, Csepeli Jánost és Máté Ferencet a Megyei Tűzoltó Szövetség oklevélben részesítette, akik elismeréseiket az áprilisi Flórián szobor avató ünnepségén vehették át. A nagyatádi megbízott parancsnok Tarlós István az eseményen elmondta, nagy jelentősége van számukra a Flórián napi ünnepségeknek. Az ünnepségen elhangzott ezredes úrtól, hogy már nem tudjuk, hogy nézett ki Flórián. Ez igaz, de amit képvisel és amit adott, azt a mai napig ugye a zsigereinkbe, a génjeinkbe beleolvasztva hordozzuk tovább, és a mai kor követelményének megfelelően igyekszünk megfelelni annak a feladatnak, amiért minket tartanak. Ennek a mai napnak többek között ez is a jelentősége, és hát nyilván egyfajta megemlékezés minden évben a tűzoltókról, a tűzoltók napjáról, és a tekintetben teljesen mindegy, hogy most hivatásos tűzoltóról, vagy önkéntes, vagy köztestületi tűzoltóról beszélünk, mert mindegyik tűzoltó ugyanazért a célért tevékenykedik. A rendezvényt helyi fellépők is színesítették. Az általános iskolások versei mellett egy paródiát és két táncos produkciót is láthattak a jelenlévők.
A műsort követően a tűzoltó szertárnál folytatódott tovább az ünnepség, ahol a Flórián szobor megkoszorúzása után a nagyatádi lánglovagok adták elő vicces, mégis tanulságos műsorukat a közönségnek. A program zárásaként a tűzoltók a kíváncsi szempároknak engedtek betekintést nyerni járműveik belsejébe, s avatták be az érdeklődőket a szakma rejtelmeibe.